A régi beköszönés. Csá, csumi csörtészt a csokolár és traktorkerék, szavaztok, papikáim, üdv a csatornán, képer jelentkezik a következő Models Pintajorszal. Igen, újra kezdem a Models Pintajorszal csatornám, meg még ráadásul az FS 15-öt és a 17-et is. Nagyon sokan írtátok a videó alá, amikor megkérdeztem, hogy hát mivel kellene játszanunk, és mondtátok, Keeper, te normális vagy? Igazából a Pintajorsz meg a Farming Simulator a magja a csatornádnak. Hát nehogy már azzal ne csináljál róla videót, hát az köl nekünk, hát az... Egy csomóan arra iratkoztak fel, mert volt éveken... Már tényleg lehet, hogy éveken keresztül Models Pintajorsz 186. rész, vagy nem tudom hányadiknál tartunk. Igazából lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy kezdünk egy új évadot, de legyen, az mindenképp legyen, és úgy gondoltam, akkor lesz. És legalább fél éve nem játszottam az a játéka, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fog jól menni, de valószínűleg azért vannak egy kis tapasztalata, kiperek ebbe a dologba, ezért csapatjuk, és de viszont azt vettem észre, mutatok én nektek valamit, hogy itt lakhalva vannak a mapok, és nem tudunk akármi játszani. De ezért úgy gondoltam, hogy úgy fogjuk ezeket megcsinálni, hogy már modoltan. Tehát hoztam magammal most egy forsitet, és úgy gondoltam, azzal fogunk fát szállítani. Egy traktorral, igen, dupla pótkocsival lehet, hogy nem fog menni, de megpróbáljuk. Ugye van ez az Island Map, ez elvileg talán az átdolgozott verziója a vulkánnak, amit életemben nem csináltam végig, igen, az a régi Pintajorszban. Nem is húzom tovább az időt, megmutatom, milyen járműveket hoztam magammal. Nem fogunk normál járművekkel csinálni semmit. Vannak itt ilyen dolgok. Ne nézzétek, nagyon-nagyon jól meg van csinálva ez így a képen, egyébként ebbükörik. Ugye a lánclapos dolgokat még mindig sikerült nem olyan jól megcsinálni. Figyeljetek, hozunk egy Trabantot, meg hozunk már egy Warburgot, ami legyen ilyen. Ilyen volt a TSL-nöknek a falunkba. Régen emlékszem, mi is volt a neve? Mi volt a neve? Görgei, vagy nem is tudom, valami hasonló. Nem tudom. Meghoztam egy ilyen falsitet, dupla kerekkel hátul, hát ez biztos adni fogja, mint az őrület, és nyomjuk. Start new game. Jössz, igen, start new game-et, casual-be fogjuk tolni, mert nem akarjuk halálra szivatni magunkat. Ez egy Models Pintajorsz sorozat, nem az, hogy ostorozom magam azzal, hogy nem tudok ugratni például a garázsba dolgokat. Nézzük meg a járműveket, először mindig azzal szoktuk kezdeni, ugye megnézzük, hogy miket lehet rászerelni, egy kicsit megakadtunk, azt hittem, hogy le is fagyott, de talán nem. Elcsesztük. Nem jut. Volt, mint a Trabantunk. Mi van? Várjál, ugye, jó, oké, tudom, lehet, hogy annyira be vagyok perekbe, ez mi ez? Kambi is van. Kambi várból, vagy ez egy Trabant. Gyerekek, miért ilyen magas ez a Trabi? Meg kéne ültetni, várjatok, itt, igen, és lehet, hogy ugye összecseréltem, annyira izgalomba vagyok újra megint, hogy itt vagyok veletek, de egy kis komolyságot viszünk bele, itt megvan most már minden járva, ugye. És megnézzük akkor, ahogy régen szoktuk, hogy mennyire jók ezek a gépek, vagy mennyire nem jók, mennyire vannak, mindig ugye értékeljük is őket, mennyire van csitesek, mennyire nem csitesek, mennyire vannak jól megcsinálva textúra ügyileg, hangügyileg, és menet tulajdonság ügyileg. Hát kezdjük a legkisebb géppel, szerintem az nem olyan, mint a Trabant. Gondolom ez lesz a Trabant. Ó, gyerekek, hát milyen szélesített lemez van alatt, már megint a tuning mi. Na, nézzük, körülnézzünk. Nem rossz. Komolyan mondom, nem rossz, ez jó. Ez egy kicsit olyan szögletesek a formák, főleg az elején. De ez egy jó. A kicsit a hüttőmaszk is fura. Egész jó, gyerekek, de ez valami újabb Trabant, nem? Ez már vannak ezek a műanyag tuskók, meg ugye a műanyag, ezek a lökhárítón, tudod, ezek a szegélyek, ez már mint hogyha egy kicsit... Az igen. Wow, várja. Tényleg? Nem a... Azt néztem, hogy esetleg be is lehet kapcsolni, de nem, úgy látom. Ja. Nem, szirénázik meg semmi. Egyébként szuper. Ezt mondja meg valaki, az minek volt itt. Ez a rács. Ha jól emlékszem, mert nem volt semmi, hanem csak rá volt csavarozva. Legalábbis nekünk volt egy nagyon régi 601-es Trabantunk, de még az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi. Azon volt, és úgy emlékszem, hogy mögötte nem volt semmi. Azon ilyen alumínium színű volt. Na, nézzük meg, mit lehet rakni bele. Az mi? Ásó lapát. És meg, ha jól látom... Ásó lapát, meg ilyen cuccok. Várja, belső nézetbe esetleg be tudok hátra... Aha! Ilyen izék, ilyen marmonkanna, ilyesmik. Ennek az értelme gondolom annyi,
hogy igen, üzemanyagot és javításpontot tudunk vinni. A tetején is tudunk, de gondolom ehhez le kell venni ezt. Igen, tetejére is lehet töltőcsomagtartót, és az is javításpont, és akkor... És lehet még ezen kívül garázs, egy darab garázspontot, ami tudjátok, hogy mire elég, hát nem sok mindenre. Egy darab garázspont az körülbelül kitörölheted a seggedre. Megpróbálom most. Várjátok, csináljunk egy kis... próbáljuk meg kitalálni, mit fogunk itt mi csinálni. Ó, vannak itt járművek, B66-os? Úristen. B66-os az egy GAZ 66, ha jól emlékszem, B131-es az meg a 6x6-os ZIL. Ide le kell szállítanunk. Ide 8 darabot, és le kell szállítanunk, ide 8 darabot. Itt van a log station. Itt van egy log... Ja, ez egy ilyen fölpakolós hely. Itt is. Aha. Itt is egy log station. És itt ezt nem értem, ez mi? Blog post is open. Ez mi ez? Valamikor lezár, és nem... Valamikor lehet menni, valamikor nem lehet menni. Ez lehet, hogy azt a célt szolgálja. Ez egy sorompó. Nem láttam még soha ilyet, úgyhogy nem fogom tudni. Itt van egy log station, és itt van... Innen kéne egy szállít majd elhozni ide, vagy pedig... Hát igazából azt megpróbálhatnánk, nem srácok? Na! Akkor annyit csinálunk ott Rabival, hogy akkor elmegyek ide, és akkor ezeket felszabadítom, ezeket a járműveket, ha már egyszer. Hogy használjuk is a Rabit. Jó, a Rabinak az I-131-es hangja van, ugye az azért nem kapja meg a jó pontot, de... Ja, és ráadásul összkerekes? De viszont legalább első kerekes akkor, amikor indulsz. És összkerekes Rabi gyerekek az adja rendesen. Gondolom volt ilyen építetben, nem mondom, hogy nem. Hál' Isten, difizár, az nincs rajt. Azért az már erős lenne. Hogy teljesen jónak tűnik. Nézzünk egy belső nézetet? Nem rossz. Nem rossz. De várjál, ennek Trabi hangja van, hallod? Hát... Hallom a izé, az alapjáraton, várjál, megmutatom. Gyerekek, ez sima liba, ez Trabi hang. Mikor elindult, akkor az I-130, hogy hangja volt az hódzijel. Várjátok, nézzünk egy külső életet, meg... Ó, ott a fiú. Hallod ott a két csapa? Egyébként, azt nem tudom, hogy ezt vágjátok-e, gondolom a fiatalabbak nem, hogy a Trabinak a legendása jó volt a terepjáró képessége. Ilyen... Hegyre járós autónak nagyon sokan használták. Ugye például, mivel első kerekes volt, ugye a motor az elejébe helyezkedett el, és kaszni viszont elég könnyű volt, ennek köszönhetően ugye pont ugye a hajtott keréken volt a súly, és maga a jármű meg egy elég könnyű szerkezet volt, ugye azt vágjátok, hogy ilyen faros lemez, meg nem is tudom milyen textilszerű anyag keverékéből volt csinálva gyakorlatilag a kaszni, ugye, valamint az elemek. Ugye nem fémből vannak, az gondolom a négy ütemű, vagy a két ütemű Trabinál ugye nem fém elemekből készült. Nagyon jó hólapátot lehetett csinálni az ajtókból például. És egy kicsit összesároztuk a verdet különben. És emiatt ugye jó volt a terepjáró képessége, mivel könnyű volt, viszonylag magas is volt. És ugye el lehetett vele navigálni, meg az, igazából az is jó volt benne, hogy hiába is akadtál el, gyakorlatilag mondhatni könnyen ki lehetett jönni vele, meg szinte kilökted. Gyerekek, azt tetszik, hogy a sarat figyelj, felhoztuk azért az útra. Ne, ez tetszett. Ne. Jó, a B6, vagy a B66-os ugye gazunk az állokolódott. Gyerekek, egy real rettenetes, nem megy annyira. Jó. Mondjuk az 5 sebességes váltott, ezt erős örülöm. Egy 5 volt? Nem 5 volt ugye a Trabi, hogy lett volna 5 benne? Várj, a kormányváltós ember. Nézzük már meg. A gyerekek, ez a hajó ringadózás. Apám. Jó kis laprugó. Mi? Csörlőzéspont. Szuper. Ennek is igazából alul van csörlőzéspont. Úgy utálom, hogy a járműveknek nincs föl. Ott a váltókar. Megvan a váltókarunk. Jó van gyerekek. Szuper. Tetszik. Jó meg van csinálva. Ugye ez már a... Ez egy Trabant kormány. Ez már nem az a nagyon retro. De nagyon retro nekünk olyan volt, hogy ilyen pálcika vastagságú volt csak. És
csak alig lehetett fogni, és ilyen fényes volt, és minden egyének elrepett így középen. Végigrepett, és egy ilyen műanyag kupak volt a közepében. Nem gondolom, lehet, hogy sokan nem emlékeztek rá, azért... Én igen. Itt a Wartburgunk. Ez is nagyon szép állapotban van, mondhatni. Igen, az izének ilyen volt a TSL-nek, nem emlékszem. Úgy látom, hogy pontosan ugyanazokat lehet rakni rá, ugye ez egy cég csinálata mondhatni, ugyanaz a modern csapat vagy modern. És jó gyerekek, dobjunk rá egy villogót. Aha, és ez már... Ez is összkerekes, igen. Teljesen jó, ha meghallgatnám ennek is a... Meg pont ugyanaz a hangja van egyébként, mint a Trabantnak, ami elég fail. Mert ugye míg a Trabant két ütem, két henger volt, ez egy három hengeres motorral volt ellátva, ugye a két ütemi verziója. És a három hengeres motornak és a két ütemnek köszönhetően olyan eszméletlen zavaros alapjáratot tudott produkálni. Tartotta az alapjáratot már mint fordulatszámügyileg, de ilyen nagyon össze-vissza járt, ilyen így nem az volt, hogy ugye mint egy másik motornak, hogy hanem így össze-vissza, az volt benne a lényeg. Hát valószínűleg ezzel nem fogok fát szállítani, mert mondjuk nem lehetne egy... De kemény lenne ezzel húzatnék egy pótkocsit. Átnyergelünk a forsütünkre, melyik lehet ez, hát gondolom ez. Ami, megmondom őszintén, nem tudom melyik példány ez. Melyik forsüt. Azt látom, hogy van rajta egy szép gyönyörű dupla kerék, aminek köszönhetően gondolom az irányítása az eléggé megfogja az irányítást sínleni. Hát le van lakva, mint az állat, ami nagyon nem baj. Autentikus. Annyit akartam még nézni, várjatok a Trabin, hadd ugroljak vissza rá, hogy ugye V-nél mit lehet csinálni? Semmit. Ugye V-nél ugye benn vannak, hogyha lehet nyitani, vagy olyasmi. És akkor ugorjunk erre vissza. És a V-nél, ugye, nem állhatna elindítani. Lehet, hogy a Trabinál is az volt a baj. Várjál, ne haragudj. Nem, sajnos semmit nem tud a Trabi. Viszont van drajt, van orrok, gyerekek, ami nagyon nagy előny. És akkor ezt is elindítjuk. Na és ez. Ki lehet nyitani a... Ezért? Ki lehet nyitni az ajtót. És még a hátsó ablakot is ki lehet nyitni, ugye. Nézzük egy belső nézetet. Nagyon szuper. Gyerekek, korrekt, nagyon. Tetszik. Jó, tetszik, nagyon tetszik. Oké, és megnézzük, miket lehet vele vinni. Ő az anyád úristeni. Hány garázspontot szállítasz te? Kettő csak. Mi ez a cirkuszos kocsi, te Jézus Isten? Utility. Súly az elejére. Jaj, az kell. Súly az elejére. És locktrailer. Locktrailer lesz. Viszont várjátok, nézzük meg merre fogunk menni. És akkor úgy fogunk gondolkozni. Várjál. Itt van egy izé, nem mehetnénk erre. És erre. És akkor Lock Stationből ebbe a Lumber Millbe be tudnánk szállítani a fát. Olyan cök. Három pontot hol visz már a Short Lock Trailer? Eddig kettőt vitt, nem? Hú, hát ez a... Ez a gép, ez annyira nem... Tudom, hogy nincs bekapcsolva semmi rajt. De valahogy nem annyira adja szegény. Hogyha esetleg nem tudtok ugye olyat csinálni, hogy nagyobb pótot húzni egy traktor, akkor esetleg meg tudjátok azt csinálni, hogy hoztok kettő shortlogosat. Most már azt hiszem az van, hogy ha lekapcsolsz, akkor sem tűnik erről a fa. Ugye ez egy fontos dolog, ez egy jó dolog. De tudtok így akkor annyit trükközni. Jó, egy diffuzál összkerék, úgy látom ennek el kell. Csináltok egy olyat. Megállunk, rámantunk a pótkocsira.
V, ugye? És fogjátok. És szépen ide csörlőzitek hozzátok, teljesen közel. Amennyit enged. Igazából úgy látom, hogy ez lehet, hogy csak ennyit enged. Igen, hiába húzok rajt, most már nem enged. És akkor így fogjátok, hogy így is el tudjátok ugye vinni a szerelvényt. Hát igen, egy kicsit... Kicsit fura, hogy így húzza, de szerintem teljesen jó. Vissza a traktorra. Ó, tetszik, tetszik. Várjátok, ezt ki kell próbálnom belső nézetbe. Ah, jó lesz ez, jó lesz ez. Miért ilyen rohadt hangos? Ne haragudjatok, de én nagyon hangosnak élem meg ezt a játékot most. Mindegy, azért talán annyira nem az. Igen, ki akarom próbálni így belső nézetbe. Traktort azt mindig is imádtam, amíg új, ezt szeressük. Poplaport. Gyerekek, lehet, hogy végig is egy kicsit adok nektek hangerőt, mert nagyon szép hangja van esetleg, mert kicsit kevesebbet beszélek addig. Ó, nagyon-nagyon jó. Jóféle. Pont jó az elrendezés, mármint az ülés magasság. Kormány belső tér is nagyon szépen meg van csinálva. Kicsit lehet nem kell volna ide belejönnöm. Ujj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 
Aztán pörögnek a kerekek rendesen. Nem tudom, mindenki fog-e jönni. Hogy toljuk magunk előtt a vizet, beszarás? Hát itt nem akarnék kiszállni a ferdából. Nézzük egy külső rendetet? Jó. Ó, jó, ez jó, hogy én a belső rétetbe akarok, ne haragudja. Hogy nem meg a kipufogó? Nagyon jó, tetszik gyerekek. Hogy pattog? Olyan nagyon-nagyon átadja. Erre kell mennem egyáltalán? Aha. Nem kellett volna ide belejönni, nem? Itt van előttem a lumbermim, és jaj, és tovább, jó. Ezt a mapot soha nem játszottam. Úgyhogy ezt úgy vegyétek, hogy fogalmam sincs, hol vagyok. Várjál! Hol mutatja itt? Nem erre kellett volna... Jó, itt ki tudok menni, nem kellett volna ide bejönnem a izéhez. Fűrésztelephez ugye. Ez lumber mill lesz valami, mi is? Mi ne... Ez egy malom, fűrészmalom, ja. Ez a vége, gyerekek, nem megyünk gyorsabban. Pincsi külső német. Erőt, próbálkodik. Érdekes, hogy diffi be van kapcsolva, de néha mégis, mint hogy kicsit megpörögne az egyik kerék. Le kell kezdeni a diffi, gyerekek, van baj. Na, aszfalton megyünk. Hagytuk a trabit, de nagyon jól néz ki. Hogy beleindek a telepbe, tök jól, látjátok? Olyan, olyan, mint hogyha itt ide rakták volna készítők. Pista be, hallja majd odébb a trabival, bazzelhet. Viszont rettenetesen tolja az elejét, de még diffi kikapcsol az állapotába is. Ja, nem fordul ez a traktor, gyerekek. Fordulj már el azért. Az igen, figyelj! Jó hosszú szerelvényen vagyunk mi. Adjuk neki. Kicsit kiúzatom, négybe megyünk. Pattogunk a... Fröcsög a sárodra, nézzetek, nagyon jó! Nagyon jó, nagyon jó! Ujjjj! Ujjjj! Gyerekek, baj lesz szerintem. Halljátok, nyomjunk egy... felezőt. Gyerekek! Ez nagyon... majdnem folyik be a víz. Tetszik ez a traktor, ezt akarom használni többször is.
Viszont ez az út, ez nagyon szar. Jó dupla pót. Lehet, hogy egy kicsit sok lesz neki megrakva, ugye? Meglássuk. Jó, neki egy autó van, tehát hát, ha fölkapcsol, akkor többe is. Jobb utor. Szépen megyünk. Elég jó fogy az üzemanyag. Viszont a maga a... Jó üzemanyagot tudunk majd terrautóval hozni, vagy kiugrunk trabival, vagy valamivel. Gyerekek, nagy... nagyon-nagyon... Próbálkozok, de akkora sár van, nem tudom, hogy fogunk itt visszajutni. De még ott az üzemanyagmérő is. Van az ilyen a műszerfalon hőfok. Nem tudom, ezek mennyire fontosak a hőfok, meg ilyesmik. Nagyon túlja az elejét ez a gép. És hogy pattog be az-e? Ne basszak. Hanem itt menjek át. Azt tudtam mondani, hogy nem viszi el a pótkocsikat a víz. Folyamatosan, nem tudom, azt látjátok, hogy folyamatosan tekerem jobbra-balra a kormányt, mert annyira tolja az elejét, nagyon kell küzdeni vele. Ott egy K700-as, hé! Azért húzzuk a füstcsikat, komolyan mondom! K700-at meg kéne ezért unlockolni, nem? Meg is érkeztünk a falerakathoz, jó van. Kár, hogy nem lehet kiszállni, komolyan adom a dolgot, nem kiszállok, és akkor úgy unlockolom azt a K700-at. Várjátok, itt nincsen egy lett takarás. Igazából úgy van, azt mondom, hogy a vecspointot felszabadítod, akkor ugye a takarás felhagyja a gépeket, ami az alatt van. Jó, unlockad. Annyira keveredtünk bele itt. Bejön ez a traktor, nagyon bejött. Csak lehet, hogy túl hangos, most már kicsit visszaveszem. Élvezzétek az én csodás hangomat is, jó? Ha esetleg eddig nem hallottatok semmit, akkor arról beszéltünk, hogy hogy kell megsütni a túrós palacsintát. Belsőben sokkal hangosabb, ugye? De nagyon élem belső nézetben, jaj de... Lumber Station, ja itt jó, oké, mert itt föl is tudod rakni. Nem kell a manuálba. Speciálba szóljon Gyurkának a TS-be. Ugye becsergyalunk. Figyeljetek, annyit csinálunk, hogy ugye az hátsót azt ilyen kell lekecsettinteni. Ugye így nem fogja megrakni nekünk, hogy így húzzuk keresztbe hosszába. Ez ugye meg annyi, hogy V. És akkor kikapcsolod. És akkor az elsőt berántjuk, megraksuk. Jövünk vissza, mint a meszes. Várjál, nem lehet elmenni arra? Tudom, érdemes, szerintem. Nem olyan, hogy kiküszöbölték azt, hogy be kell állni szépen. Mi a hülye vagy? Mi volt ez az öv? Nem vágtam. Ja, jó. Jó, és akkor megpróbálom most. Elvileg ez úgy működik, ha jól emlékszem, hogy nem kell nekünk. Hogy nem fogja ledobni. Elvileg. Megpróbáljuk V-vel, és akkor csinálunk egy olyat, hogy... Ez a jó, ez a jó gyerekek, így szép... ez nagyon adja. Ez lesz a jó, ugye? Ezt régebben nem lehetett megcsinálni, mert hogyha leakasztottál, akkor instant dobta fát. Majd a régi Spin Tires-ben volt egy időszak. De a végén azt hiszem, hogy azt abba is ki lehet küszöbölve.
Most azt kell csinálni, hogy ráfogok erre is. Az a baj ugye, hogy ez 6 darab röngöt fog. És 6 darab izét pontot fog adni. Szóval annyit elcseszünk, hogy még 2-t kell hoznunk. Nem jó. Mit hintázik? Mit csinálsz? Tudom egyébként, hogy nem így kell. De így lehet kicsit trükközni, hogy így szépen oda sérlőzöd aztán. Akkor... oda áll, ahova kellene neki. Ja, megtörtént. Jó lesz ami az gyerekek, szépen megoldjuk. Dupla pótos fuvart. Igazából olyan nő is, amivel nem lehet dupla pótozni. Na miért ne? Beszessük a kihívásokat azért, tesó. Egyébként azt tudjátok, hogy... mit mond a vasas roma? Ez miért ilyen szépen fölrakja? Most már nem kell izével, szépen egyenes baj. Vasas roma mit mond? Nem a győzelem a szávét, hanem a részvétel. Vágod, részvétel? Az már rosszabb nincs, amíg a magyarázzák a viccet, tudom. Nem szeret fordulni nagyon ez a forsít egyébként, azt nem mondom nektek. Nem az erőssége a fordulás, kisíves fordulás. Ezekkel szerintem a két hátsó... négy hátsó kerék, ez lehet, hogy nem tesz jót neki. A gyerekek, ezt megpróbáljuk elrángatni a... ezeig. Haza. Ilyenkor jó különben ráváltani, ugye tudod azt csinálni, hogy kettes megnyomod, nem tudom ismer-e dolgot. Akkor van olyan, hogy így át tudsz váltani a... hát csak ott csirel. Oké. Koppig, meg volt. Egyes gomb ugye az izé. A gyerekek azt mondom, most akkor imádkozás van, hogy ezzel el tudunk-e szegúldani haza. Figyeljetek, nem sok mindent kell itt beállítani szerintem. Lumiller, vagy mi... Lumber Mill, milyen Miller? Miller Lumber, mi? Miller Lumber, na. Hagyjál neki. Azonban jön az éjszaka majd. Kapcsolunk pillácsot, akkor majd van ám olyan, hogy hé. Lamp. Jó. Adjunk neki. Nem bírom ki a belső rédet. Tehát erőthetem, tudom. A gyerekek, most azért kéri a kakaót. Most azért kéri a kakaót, hallod? Hát... most azért hát ez kapja az ívet most, figyelj, megnézzük külsőbe. Azért van ám súlya, gyerekek, nem tudom, 5 köbméter fa fönn van. Pótkocsinket minimum. Jó, az 6-nak, mi? 6 köbméter pótkocsinként. Oda nézzé, fiú! Oda nézzé! Ezt belsőbe meg kell élnünk szerintem. Na, ez az igazi. Ez az igazi spintája lesz, amikor... jó, úgy nem tudom, tudom, hogy sokan oda vannak a terrautókért. Én is szeretem őket, de amikor traktorral viszed a fát, gyerekek. Az a magyar valóság, ember. Nem a terrautó. És mondjátok meg, milyen terrautó volt régen Magyarországon, amivel fát hordtak a pokkat. Azt mondtam a parasztok, mert de tényleg igazából. Na ugye magáncélra mivel hordták? Nem volt terrautó, ifával esetleg. De hát ifa sem volt magánkézen, gyerek. Nem volt olyan, ami lett volna magánkézen, szinte semmi. Főleg nem terrautó. Esetleg traktor, ugye voltak azok a régi Zetorok. Azok a 3 hengeresek, meg a 4 hengeresek. Tudjátok, merre beszélek. Azt hiszem Zetorok voltak, azok hát. Na hát azokkal ugye mentek, aztán azzal hordták a fát, baze. Tehát meg oké, tudom, mondhatjátok azt, hogy volt csepel, meg volt kamaz, meg ilyen. Tudjátok, kinek volt? Esetleg a érzének, seregnek volt csepelje. Azért vannak most azok a csepelek, meg minden szana széje, mert régi honvédségi cseperek azok. Nem magánkézebb voltak, meg nem fát hordtak bele, hanem traktorra hordták, gyereket. Ugye jön az első keményebb dolga a átkelés. Várjál. Küldök neki egy lámpét. Jó kis traktoros benn volt a szimfóniát, cipta, nyomta neki mind az őrület. Más értem, gyerekek, hogy burultam föl.
traktorra? Fahordás közben, egyenes úton. Na ez innen nem gyűn ki. De hogy száll a füst hátrafele, azt bírom mondani, ott a... Baromi jó. Nagyon rúgunk. Ez egy összkerek kerek meghajtású traktor, ez még szerencsét hoz nekünk. Ja, egyenes úton volt a borulás. Kicsit illuminált állapotban volt a dolgozó, a tattoros, 80-as MTZ-ben, ha jól emlékszem. Ja, a 80-as MTZ-ben, ott emlékszem, kétszer ki is tört el kerekét. Akkor is nekünk hossz orta a fát. Na, ez megfenekül. Gyerekek, még lefele is megfenekül. Ja, 80-as MTZ, egyenes úton. Éppen meséltem, milyen műszer az ott középen, vagy nem tudom, valamelyiket. Fökapatott a partoldalba kerék. Szépen edült a traktor. Pótkocsi úgy maradt. Aztán akkor lesettem, mint a rigó. Nagyon jó, a füstöt nagyon jól megcsináltak, most már így hosszan húzza a csikot. Nem az van, hogy csak így jön a kipufó, hogy nagyon tetszik. Várjátok, itt valami nem stimmel szerintem. Rakok neki bazza valami komolyabbat. Komolyan nem pörök ki verd a gyerekek. Nagyon szenved. Nem tudom, egyáltalán itt még lesz egy nagyobb folyó átkelés, hogy azzal mi fog történni. Nem tudom, hogy éjjel van. Ezt le akarom szállítani. Ha szakad. Mennyi üzemanyag? Nem sok üzemanyagunk van. Ilyenkor ugye az izajon ott látod. Itt a kis műszerem. Még a pirosban nincsen be, még a szegénységjelző nem világít. Egy jó dolog. Így különben benső nézed be az igaz, így érzed azt az elveszett érzést, nem? A veszítséget. Egy esetben pörök. Üha, ez nagy az a portódod, te. Nem van bedűsz, te. Annyi szebben rá. Egyszer, egy esetben érzed ezt az elveszettséget, amikor egy benső nézetben nyomatod. Gyermekeim, elértünk. Igazából hiába kapcsolat folyabb, úgysem megyünk gyorsan, van így legalább stabilan tartja ezt a sebességet nagyjából. Készüljetek. Merülés. Mindjárt egy darab szonár pittyentést kérek. Egy pendítést mind a izébe volt mi. Vadászat a Vörös Októberre. Hogy izét? Hogy recsegett valami? Ó, kicsit emlékeztet a kiskabinos MTZ-re. Komolyan. Hasonló felépítésű maga a beltér. Kiskabinos 82-es időtük föl egyébként, mind a szar. Úgy volt, hogy hogy itt ültem, mint hogyha ahova mutatok, ott volt egy szerszámos láda. Itt volt ugye a traktoros. És az az ajtó ugye a bal oldali az nyitva van, hogy általában mindig, ha nincs levéve. Igazából előre nyílik az MTZ-n, ha jól emlékszem, hogy ki van oda vágva. De ki is lehet talán akasztani. És jobb oldalra döltünk el. És a csávó ugye ráesett arra az üvegre. Én meg rá a csávóra. A stíl az ölembe volt. Az úgy mind a kettőnkre. Meg azon a szerszámos ládában ilyen karomnyi kulcsok meg minden volt. Azok meg mind potyogtak a fejükre. Jó a buli. Trabantos is jó helyre állt, more. Mi mész innen? Baj, nagy ígybe kell fordulnom, már kikat minden oda, mert második pótkocsi nem, hogy megakadjon, de nem, jó van. Megjöttünk, keresztbe tolja az elejét, nézzétek az első kereket? Nem hajlandó elfordulni, istenek se. Nem fordul el. Most is keresztbe tolja. Nem baj, jó, meg lesz ez. Figyeljetek, ezt megcsinálom belsőben, mert úgy nekem tetszene. Nyomunk egy olyat, hogy a...
Hancsort ledobom. Ezt most tök belsőbe fogom. Bejövős. Na jó. Még nincs benn. Lehet, hogy belsőben nem szereti. Aha. Oké. Okay. Úgyhogy eddig ki kellett le, hogy ne aggódjatok. Jönnöm a belsőből. Leakasztjuk valahova. Megyünk vissza a másikért. Ezt meg ide leakasztom arra, mert nem gurul el. Keverünk rendesen. Hát, szóval jól van, elfordul. Mert pót nélkül elég jól fordul. Te gyerekek, az legurult. Vagy olyan messze raktam be. Lehet, hogy egy kicsit legurult. Rátolhatunk ide, jövően szépen belsőbe. Így lehet, hogy nem tudok felakasztani, úgyhogy későn élen gyerekek. Ez legurult ez a pótkocsi. Hát a franc adja meg. Hát nincs olyan, hogy lefékezed. Vagy nem is gurulhat le, hisz a légféket lekapcsolod, bazeg. Vagy a levegőt róla aztán elvileg leblokkol. A kutyafejet tudját. Ja nem a kutyafejet, nem. De a kutyafejet. Az viszi a levegőt, ugye? Én kilépés, mert így nem akarja. Jó van gyerekek, akkor ezzel megtörtént az esemény. 6 darabot ide szállítottunk, ugye még kell szállítanunk. Úgyhogy még egy ilyen traktoros móka, még két dolog lesz mindenképpen. Ami, ugye ide is el kell... Hogy vinnem? Föl kell szabadítani és oda is el kell vinnem ide. Ezt lehet, hogy felszabadítjuk a következő részben. És akkor lehet, hogy már nem onnan fogok vinni, hanem innen. Ja, hát az melyik van közelebb hozzá? Hát ez közelebb van, ugye? Viszont elmegyünk arra, és utána elmegyünk erre. Jó, meg ugye még ide kell vinni elvileg kettőt, azt lehet, hogy videón kívül megcsinálom, mert igazából pont ugyanaz az úrban, ahol mennénk végig. Annyira nem lenne értelme. Mit szólnátok, hogyha nem az, meg nem modolt, hogy mondom, K100-as, hogy végig dörgethettünk volna. Ugye akkor két pótkocsival, de hát ezzel jó, egyébként tetszik ez a traktor. Na, köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csúj, cső, csaj, tészta.